Lélegzetelállító mutatványokra képes az az új magyar fejlesztésű sportrepülőgép, amelynek prototípusát ma mutatták be a Jakabszállási repülőtéren. A gépet Besenyei Péter világ- és Európa-bajnok műrepülőpilóta hónapok óta teszteli. A mozgásában, jellegében, tulajdonságaiban a világ legjobb között lesz majd neki a helye. Azért ez is egy magyar repülőgép, azért ez elég különleges, nem? A gép kifejlesztése mögött eddig 100 000 munkaóra van. 2014-es megtervezését követően 2016-ban repült fel először. Az elmúlt 2 évben a világon egyedülálló megoldásokat alkalmazva optimalizálták teljesítményét a repülésbiztonság maximális megtartása mellett. Ma pedig már megérett arra, hogy kilépjen a nemzetközi piacra. Az első felszálláshoz képest több mint 50 kg tömeget sikerült csökkenteni a repülőgépből. Ez leginkább tervezési, kivitelezési, építési megoldásokban, illetve a karboncsövek számának a növelésében nyilvánult meg. A világon egyedülálló karboncsöves műrepülőgép sorozatgyártását a magyar kormány 250 millió forinttal támogatja, amelyet a gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkár jelentett be a cég telephelyén. Amikor kidolgoztuk az ényi tervet, tehát az iparfejlesztési stratégiánkat meghatározó fő irányvonalat, akkor alapvetően olyan vállalkozásokban gondolkoztunk, mint a Genovation, tehát akik újdonsággal, innovációval, új ötlettel jönnek elő, és ugyanakkor ezek mögött van egy reális piaci igény. A Jane Pro névre keresztelt sportrepülő sorozatgyártása 2018 második fél évében kezdődik. A gyártó cég tervei között a típus üzleti és magáncélú változatának kifejlesztése is szerepel.